Felavatták a szolnoki vízilabda arénát. A szolnoki vízilabda szakosztály 85 esztendeje szerepel a sportág bajnokságának élvonalában. Az Egyesület 5 olimpiai bajnokot nevelt ki. A magyar vállalkozások társasági adójából, illetve egyéb állami támogatásokból épülhetett fel a legújabb tiszaligeti sportlétesítmény. Hát tényleg megható, hogy itt állunk az új aréna előtt, vízilabda aréna előtt, de ez az, hogy új, az rögtön azt is az embernek az eszébe juttatja, amióta arra a falra föl van festve, a Peste nézegettem a neveket. Most hallottuk, hogy volt itt egy olyan uszoda, amelyik 8 olimpiai aranyérmet ajándékozott a magyar sportszeretőknek, a magyar vízilabdázásnak. És az volt a Damjanics uszoda. Én nekem... Ugye, aki nem néz hátra, annak jövője se lesz. Én nekem 25 évig volt szerencsém vendégcsapat játékosaként itt edzőtáborozni, vagy mérkőzéseket játszani. Legjobb barátaimtól az egyik legnevesebb szolnoki olimpiai bajnok, Boros Api fiától, jó barátomtól hatalmas füleseket is kapni, meg adni a meccseken, és körülbelül el is kellett teljen a 25 évnek, hogy megtanuljuk mi vendégcsapat játékosok, hogy a sötét, jódos termálvízbe a helyi vagányok hol úsznak el víz alatt, és csinálnak belőle a gólhelyzeteket, vagy a legvégére rájöttünk arra is, hogy mivel kell bekenjük az ujjunkat ahhoz, hogy a csúszós vízbe meg tudjuk fogni a labdát. Hogy itt áldogáltam, és hallgattam az előttem szólókat, fölidéztem magamban azt a pillanatot valamikor 1988-ban lehetett, amikor még én itt laktam Szolnokon, és negyed magammal, tehát öten a Széchenyi lakótelepen, az Orosz György utcában megalapítottuk a Fidesz helyi csoportját. Ez 25 éve volt, és emlékszem, hogy az ötös létszám csak kis csalással jött össze, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet ebből a városból, ha már úgyis mindjárt vége a kommunizmusnak, és elmennek az oroszok, hogyan lehet ebből a városból egy modern, fantasztikus, szép várost létrehozni, hiszen itt fogunk élni. És valahogy így gondoltuk el. Tiszaligetnek ebben mindig külön helye volt a terveinkben, mégiscsak egy víziváros, tehát hogy lesz színház, megépítjük a gátakat, amik hiányoztak akkor is, lesz aréna, szóval úgy fog kinézni Szolnok városa, mint bármelyik nyugat-európai középváros. Örülök, hogy 25 év után egy újabb lépést tehetünk ebbe az irányba. A vendégek és a rendezvényen résztvevő tömeg megszemlélte a vízilabda arénát, ahol utánpótlás sportoló pólós bemutatót tartottak a mérkőzés kezdetén, a miniszterelnök dobta be a labdát az ifjú pólósoknak. A későbbiekben folytatódott a vízilabda arénában megrendezésre került 3 napos magyar kupa döntő sorozat. Tisztelt miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy itt hallhatok önök előtt, és elsősorban Nyerge Zsolt úrnak hagy köszönjem, hogy az az együttműködés, ami vele a klub, a labdarúgó klub, a sport életén keresztül ebben a városban működhet, itt lenne a Tiszaligetben. Ha körülnéznek és lejönnek ebbe a gyönyörű részébe a városnak, láthatják, felújul a, vagy újjá alakul a labdarúgó stadion, új lenátó épül mellé, új épületek épülnek mellé. A régi olaj sportcsarnok vadonat újjá alakult. A teniszpálya igen-igen szépen alakul, nagyon-nagyon sokan használják. A sportcsarnok majdhogy nem vadonat újjá vált, és most megépítettünk egy gyönyörű arénát a vízilabdásoknak. Tegnap elnök úrral beszélgettünk este még, hogy az út hogy és miképpen fog rendelkezésre állni, hiszen még egy fejlesztés van a ligetben, kerékpárutat hozunk ide lefelé. Egy kerékpárutat, ami arról fog szólni, hogy akár idáig, az arénáig a gyerekek biztonságban jöhessenek biciklivel. Tele van a liget sok-sok gyerekkel, sok száz gyerek öröme, a sport, itt lent ennek a részének a városban. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erről beszéljünk, hiszen a mai világban az egészséges életmódtán a legfontosabb. Mindenki lássa, hogy egészség nélkül fölnőni, egészség nélkül élni nem lehet. Ezek a gyerekek pedig hozzá fognak szokni ahhoz, hogy egészségben a napi mozgás rendszerességével élhetnek. És ehhez ezek a létesítmények szükségesek. És beszéljünk egy mondatot az elődökről, hiszen a 19. század elején Móricz Ligetnek
nevezték el ezt a ligetet, ahol most vagyunk. Tóth Móricz hatósági bíró volt az, aki úgy gondolta, hogy ebben a ligetben, itt a város ezen részén sportlétesítmények, szabadidősport lehetőségeit kell kialakítani. Ő volt az, akiről elnevezték a ligetet, és azok az emberek, akik aztán utána tettek azért, hogy a liget ilyen legyen, köszönetet érdemelnek. Ez 1960-tól indult el egy gáttal, és ez a gát most már több milliárd forint értékű vagyont, sportvagyont vér itt bent a Tiszalégetben. Köszönöm mindenkinek, aki most itt van, azoknak pedig, akik a létesítmények fejlesztésében, a sport működtetésében sokat tesznek, különösen. Miniszterelnök úrnak pedig azt, hogy valóban a sport stratégiai ágazattá vált ebben az országban, és a társasági adó lehetőségeivel megteremtette azt, hogy ilyen és hasonló fejlesztések ebben az országban nagyon-nagyon nagy mértékben létrejöhessenek, szolgálva a sportot, az egészséges életmódot. Köszönöm, hogy itt állhatok önök előtt. Köszönöm, elnök úr. Szolnok ezer szállal kötődik a vízilabda sporthoz, és engedjék meg, hogy én egy személyes gondolattal kezdjem, hiszen az én két fiam is az úszodában nőtt föl, és váltak kitartó, egészséges fiatal emberekké, akik szeretik a sportot, akik úgy élnek, hogy az életük részévé vált a sport, és akik megtanultak küzdeni, kitartani és akarni ezeken a csatározások során, amit a vízilabda medencében el kellett, hogy végezzenek. És tisztelet és köszönet érte mindenkinek, akik őket oktatta, és itt nézek az edzőurakra, akiket körülvesznek a gyerekek. És azt kell mondjam, hogy a gyerekeink számára ahhoz, hogy az életük, a szemléletük megfelelő módon alakuljon, nagyon nagy szükség van a sportra, nagyon nagy szükség van arra, hogy példaképeik legyenek minden területen. Példaképeik legyenek a sportban, de az élet és a hivatásunk minden részében. Mi szerencsések vagyunk. Nekünk vannak példaképeink, akiknek az emlékét megőrizzük. Példaképeink, akik nem lehetnek közöttünk, és példaképeink, akik itt vannak, és példát mutathatnak az új generáció a gyerekeink számára. És engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy az én két fiam őrzi az utolsó vízilabda életüknek az utolsó fürdőköpenyét, a kék színű sárga szegélyes fürdőköpenyt, és azt hiszem, hogy ezt hiába szakadt és hiába ülték ki, megőrzik maguknak, hiszen az életüknek egy nagyon szép és nagyon fontos szakasza volt. Én azt gondolom, hogy mi mindannyian, amikor ez az aréna szinte kinőtt a földből egyik percről a másikra, pontosan az idő alatt, amikor Barcelonában egy fiatal új vízilabdacsapat, vagy új keretű vízilabdacsapat megküzdött és megmutatta a világnak, hogy mire vagyunk képesek mi magyarok, és azt is tudnunk kell, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek céljaink, legyenek értékeink, és legyen olyan egészséges generáció, aki lelkében és fizikálisan is ezekért a célokért harcolni tud. Én nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehetek, és ezen a, és az idő is kegyes volt hozzánk, hogy egy ilyen csodálatos és napfényes napon köszönhetjük ennek az arénának az átadását, és hogy itt vannak a gyerekek, itt van az utánpótlás, és hogy Szolnokon meg tudjuk mutatni, hogy mennyire fontos számunkra az egészséges élet, mennyire fontosak a gyerekeink, mennyire fontos a városunk, és mennyire fontos nekünk az, hogy a sport és a sportlétesítmények fejlődjenek, és hála azért a kormánynak, nagyon-nagyon komoly forrásokat tudunk a sport területére csoportosítani. Én azt kívánom, hogy ezt az arénát mindenki örömére és mindenki megelégedésére tudjuk használni. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Arénán kívül azért más figyelemre méltó események is történnek itt a mi városunkban. Stadler üzemcsarnok átadásán járhattam nemrégen. Ott vannak előttem a beszámolók, hogy jól költötték el önök azokat a pénzeket, amelyeket az iskolák felújítására adtunk, és úgy tűnik, hogy újabb iskolákat újíthatunk föl. Volt itt sportcsarnok felújítás, és sorolhatnám tovább. Úgy illendő, hogy a városvezetőinek gratuláljak ezekhez az eredményekhez, hiszen odaadó városvezetés nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra szeretném önöket kérni, szolnokiakat, hogy becsüljék meg nagyon azt az eredményt, hogy ma itt együtt állhatunk, és egy sport létesítményt adhatunk át. Ha kinyitják az újságokat, belenéznek a televízió, belehallgatnak a rádióba, akkor mindenhonnan az európai világból a válság hírei jönnek. Baj van itt, baj van ott, nincs pénz erre, nincs pénz arra.
ez az ország úszik reménytelenül az államadósság tengerén, egy másikhoz éppen kirendelik a trojkát, amely majd felügyelet alá vonja, és miközben ez a válság valóban kínozza a mi kontinensünket, aközben Magyarországon hétről hétre újabb és újabb létesítményeket adunk át. Zeneakadémiát, Erkel Színházat, és most itt éppen egy sport vízilabda arénát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ilyen időkben mindig előkerül az a kérdés, hogy helyes dolog-e, hiszen a válságtól mi sem tudjuk teljesen elhatárolni magunkat, helyes-e ilyenkor sportra, tudományra, kultúrára költeni, vagy ez inkább luxus? Vannak, akik azt gondolják, hogy ilyenkor ezeket hátra kell sorolni. Mi azonban úgy gondoltuk, és örülök, hogy az ország nagy része ebben támogat bennünket, hogy válság idején kell, ahogy a sportolók mondják, igazán felszívni magunkat. És azt mondom, hogy mi jól felszívtuk magunkat. Ahogy az előbb hallhatták, ez az első vízilabda aréna, de két másik uszodát is át fogunk adni hamarosan. A jövő évi költségvetésben van több milliárd forint vízilétesítményekre. 21-ben mi fogjuk rendezni a vízilabda és úszó világbajnokságot. Döntésünk van arról, hogy Magyarország minden egyes járásában, 191 néhány helyen, minden egyes járásában lesz úszoda. Nem lesz olyan magyar ember, nem lesz olyan magyar gyerek, aki ha jól szervezik az iskolában az oktatást, ne tudna eljutni úszodába, ahol megtanulhasson úszni, és a tehetséges akár érsportoló is lehetne belőle. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy nekünk ez miért sikerült, miközben más országoknak nem, arra azt a választ adhatjuk, hogy sikerült megtalálni a módját. Négy szereplőt kellett összefognunk ahhoz, hogy ilyen fejlesztések létrejöjjenek. Kellett összefogás, amelyben részt vesznek a sportolók és az edzőik, ha úgy tetszik a szakma. Kellett hozzá az üzleti világ. Általában üzletemberekről Magyarországon inkább negatív összefüggésben szoktak beszélni, de a modern világban, ha az üzletemberek nem állnak oda a sport, a tudomány és a kultúra mellé, akkor beruházásokat nem tudunk végrehajtani. Meg kellett nyernünk az üzleti élet képviselőit, ez itt Szolnokon sikerült. Kellettek hozzá a helyi vezetők, mert önerő nélkül, a helyiek erőfeszítése nélkül semmilyen beruházást nem lehet végrehajtani, és kellett hozzá persze egy kormányzat is, mondjuk úgy, hogy az országos vezetők, akik stratégiai ágazatnak nyilvánították a sportot. Ez az a valami, amit az előbb Kemény Dénes elnök úr TAO-nak, tehát a vállalatok társasági nyereség adójából sportra és kultúrára felajánlható új rendszernek nevezett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért köszönetet kell mondani a helyi városvezetésnek, köszönetet kell mondani a sportolóknak és a sportvezetőknek. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ebben az évben már reményeim szerint az edzők az erkölcsi elismerés mellett érzékelhetőbb anyagi elismerésben is részesülnek, és az edzőknek az elismertsége e tekintetben javult és javulni fog. Köszönetet kell mondanom az üzleti világ képviselőinek, Nyerges Zsolt úrnak is, és köszönetet kell mondanom az országos sportvezetésnek, amely ezeket a koncepciókat támogatta. Kemény Dénesnek külön köszönettel tartozunk, mert hogyha ők nem dolgozzák ki a szakmai koncepciókat, akkor hiába a jó akarat, meg eltökéltség, hiába szívja föl magát a városvezetés vagy a kormányzat, akkor nincs szakmai program, amit meg tudjunk valósítani. Úgyhogy Dénes mester, köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt van még egy pont, amiről azonban szólnunk kell. Van egy fájó ellentmondás Magyarországon. Ha önök megnézik az olimpiai érmeink, különösképpen az aranyaink számát, akkor látják, hogy messze előrébb vagyunk, mint az országnak a mérete, lélekszáma, vagy épp gazdasági ereje ezt indokolná. Ez nagyszerű dolog, és ez büszkeséggel tölt el bennünket. Ha azonban megnézik azokat az adatokat, hogy mennyit sportolnak a magyarok, akkor meglepődnek. Mi magyarok vagyunk az Európai Unió 28 országából a negyedik legkevesebbet sportoló ország. Ez az éles ellentmondás, amivel szembe kell néznünk. És nyilvánvaló, hogy ez ellentmondás hosszú ideig nem maradhat fönt. Az élsportot is le fogjuk húzni magunk mellé, hogyha nem teremtjük meg a tömegsport, a gyermekeink számára az iskolai sportolás lehetőségét. Ezért kell mindennapos testnevelés, ezért kellenek tanúszodák, ezért kellenek a TAO-hoz hasonló pénzügyi konstrukciók. Egy számot szeretnék önöknek mondani. A 2010-es kormányváltás óta 2013 őszéig az a változás következett be, hogy a 234 ezer igazolt magyar versenyző, amiben a gyerekek is benne vannak, meg a felnőttek is, száma az 302 ezerre nőtt, tehát 70 ezres növekedés következett be
3 év alatt, és ez 30%-os növekedés. Ez arra bizonyíték, hogyha mindenki teszi a dolgát, akkor az a szakadék, amely a magyar élsport és a magyar emberek általános sportolásra való hajlandósága között mutatkozik, az szűkülni fog, és később majd el is tűnhet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül van itt még egy gondolat, amit mindannyiunk figyelmébe szeretnék ajánlani. Én is használom ezt a gondolatot a saját munkám során, bevált. Ez Kemény Dénestől van ez az idézet, vagy ez a gondolat, és ez a következőképpen hangzik. Ha Dénes megengedi, akkor idézem. A kapufa éle mindig igazságos, mert annak pattan be a labda, annak a csapatnak pattan be a labdája, amely a hétköznapokon többet tett a győzelemért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gratulálok a szolnokiaknak, hogy a hétköznapokon mindent megtettek ezért a győzelemért. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!